Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV esti hírműsorát látják október 27-én csütörtökön. Lássuk, mit kínálunk Önöknek mai adásunkban. Pécs az életminőség pólusává szeretne válni a jövőben. Hogyan lehet komplex fejlesztésekkel növelni a Dél-Dunántúl versenyképességét? Erről szólt az a mai konferencia, melyet a Kamara szervezett a Pécsi Tudományegyetemen. Polgárőrök és rendőrök közös közlekedésbiztonsági akcióba kezdtek. Hetenként egy alkalommal fokozottan ellenőrzik az autósokat. Céljuk nem feltétlenül a büntetés, hanem a figyelemfelkeltés. Az eddigi tapasztalatok szerint pozitív és negatív példa is bőven akad. A Pán-Európai Unió nemzetközi és magyar elnöke is vendége volt a szervezet tegnapi pécsi találkozójának. A politikusok előadást tartottak, és Pécs Európa Kulturális Fővárosa címét is üdvözölték. A regionális fejlesztésekről és a kistérségi feladatokról tárgyalt Pécset Lampert Mónika, aki gratulált Pécsnek az Európa Kulturális Fővárosa címhez. A belügyminiszter asszony Toller László polgármesterrel közösen a Városházán tartott sajtótájékoztatót. Dr. Toller László polgármester a Városházán fogadta dr. asszonyt. Rövid egyeztető tárgyalás után a két politikus az újságírókkal találkozott. Lampert Mónika gratulált a városnak a kulturális fővárosi cím elnyeréséhez, és kiemelte, külön örömmel tölti el, hogy minden Pécshez kötődő ember tekintetében, legyen az politikus, az utcaembere vagy épp újságíró, az eredmény felett érzett büszkeséget fedezte fel elsőként. A tájékoztatón támogatásáról biztosította a polgármestert. Én a kormányülésen is természetesen Pécset támogattam, és borzasztóan örültem ennek a döntésnek. Ez nem csak Pécsnek, hanem az egész régiónak nagyon fontos. Kértem azt a polgármester úrtól, hogy Kaposvár is kerüljön be ebbe a programba, tehát Kaposvár város is. Meg is állapodtunk ebben, legyen részese ennek a Dél-Dunántúli kulturális programnak. Fontos témája volt még a találkozónak a regionalitás. A Dél-Dunántúl már szép eredményeket ért el a regionális kistérségek összefogásában. A kistérségi társulások mellett a regionális testület is megalakult. A belügyminiszter hangsúlyozta, a legfőbb cél a választott regionális önkormányzatok kialakítása. Kaposvár országgyűlési képviselőjeként Pécs és Kaposvár viszonyáról, regionális vezető törekvéseiről is kérdeztük. Pécs a régióközpont, egy valódi régióközpont széles regionális funkciókkal. Mint Kaposvár város országgyűlési képviselője természetesen elfogult vagyok a saját városommal, és azt szeretném, hogyha a Kaposvár város is minél több regionális funkciót gyakorolhatna. De attól, hogy én elfogult vagyok a saját városommal, attól nem vagyok még regionálisan vak. Én pontosan tudom, hogy a valódi régióközpont Pécs. Az ellenzék úgy döntött, hogy nem ad hozzájárulást a választott regionális önkormányzati rendszer kialakításához. Ezért azt mondtuk, hogy ha nincs meg a kétharmados támogatottság, akkor keresünk más utat. Ezért szorgalmaztam én a társulást, hogy a Dél-Dunántúli régió önkormányzatai társuljanak, és társult formába próbálják meg azt a feladatellátást kvázi modellkísérletként megcsinálni, amit később majd választott regionális önkormányzat fog ellátni. A rövid tájékoztatót követően folytatódott a két politikus megbeszélése, este 6 órakor pedig az értelmiségi klub vendége volt Lampert Mónika. A Dél-Dunántúl fejlődése akkor lehet komplex fejlesztés eredménye, ha sikerül megoldani az egyetemi karokon felhalmozott szellemi tőke piacra juttatását. Ebből a célból szervezett találkozót az egyetem, a kormányzat és a gazdaság szereplői számára a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Pécsi Tudományegyetem épületében. Pécs az életminőség pólusává szeretne válni a jövőben. Ehhez három stratégiai ágazat, a kulturális, a környezeti és az egészségipar fejlesztését szeretné végrehajtani úgy, hogy a közösségi és a vállalkozói fejlesztéseket integrált rendszerbe illeszti. A folyamatban nélkülözhetetlen az egyetem szerepvállalása. Mind a három ágazatban, tehát mind az egészségiparban, mind a környezetiparban, mind pedig a kulturális iparban van az egyetemen olyan szellemi kapacitás, amire ezt az innovációt építeni lehet, és hát remélem, hogy olyan kutatóközpontok jönnek létre, olyan innovációs fejlesztési központok jönnek létre, amely nem önmagában a kutatásért fog kutatni, hanem a kutatás eredményei a város és a régió gazdaságában minél gyorsabban hasznosulni tud.
A boldogult pártállamban azt mondták, hogy a tudomány az termelőerővé válik, most viszont azt mondjuk a piacgazdaság körülményei között, hogy a tudomány eredményeinek realizálódnia kell a piacon, tehát használható termékeket kell előállítani. Ha most arra gondolunk, hogy a tudás a gazdaságban alapvetően meghatározza a piaci pozíciókat, akkor elég furcsa következtetésre jutunk, mert a vállalkozások mai szervezeti struktúrájában ezt a szellemi kapacitást saját tulajdonként működtetni csak nagyon kevés vállalkozás képes. Tehát mindenképpen szolgáltatásként kell igénybe vennie ezt. Ebben az esetben pedig a hagyományos kutató helyek mellett ugye létre kell hozni a felsőoktatáshoz kapcsolódó tudáscentrumokat, ahol konzorciális formában olyan szellemi termékek létrehozására van szükség, amelyek mihamarabb piacra kerülhetnek és megvalósíthatók. A Pécsi Egyetem alkalmas lehet egy ilyen tudáscentrum, hát mondjuk az, hogy gyökeréjű. Természetesen alkalmas, és ezt az alkalmasságát erősíteni fogja az az elnyert legújabb forrás is, amely tudásközpont létesítését irányozza elő. Elsősorban az egészségtudomány, biotechnológia, gyógyszeripar területén, ma azért a kutatásban ezek húzó ágazatok, és azt is mondanom kell, hogy ezek az ágazatok vannak leginkább felkészülve nagyobb összegek felhasználására. A egyéb területünkön az elmúlt időszakban kisebb összegeket költöttek az egyetemek kutatásra, tehát felkészültségüket is fokozni kell, hiszen ha 1,5 milliárd összeget elnyel egy egyetem, arra nagyon határozott programmal kell rendelkezni. Most Pécsen ez megvan, és előkészületben is több minden van. Én azt gondolom, hogy a most elnyert projekt egy útmutató lesz, hogy hogyan tud az egyetem és a gazdaság összefogni. A fejlesztési pólus témakörében tartott tanácskozáson elhangzott az is, hogy a tudáscentrumoknak nem elég egy szakterületre koncentrálniuk, hiszen például a környezeti ipar kialakítása nem pusztán mérnöki vagy gazdasági feladat, de egyben társadalomtudományi kihívás is. A megbeszélés résztvevői felhívták a figyelmet arra, hogy az egyetemi tudáscentrum a tekintetben is fontos szerepet tölthet be, hogy ösztönzi a hallgatók cégalapítását, ezzel pedig növekedhet a város népesség megtartó ereje. A versenyképességi pólusokról, az innováció, az oktatás, a gazdaság kapcsolatáról szól mai Távlatok című műsorunk is. A beszélgetést 7:30-tól láthatják itt a Pécs TV műsorán, és a későbbiekben az MMX csatornáján is megismételjük. Rövidesen megkezdődik a parlamentben az ország jövő évi költségvetésének vitája. A 2006-os büdzsé tervezetéről ma az ország valamennyi kamarájában sajtótájékoztatót tartottak. A témával kapcsolatban Pécs országgyűlési képviselőit is megkérdeztük. Szembe kell nézni azzal, hogy nem lehet egyszerre adót csökkenteni, hitelt törleszteni, béreket emelni és eurót bevezetni, mondta dr. Síkfői Tamás azon a sajtótájékoztatón, amit a jövő évi országos költségvetéssel kapcsolatban tartottak. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára azon a véleményen van, hogy a büdzsé rátelepszik a vállalkozói szférára, így kevesebb pénz marad a fejlesztésekre, beruházásokra. A szakember szerint a 2006-os költségvetés nem hoz változást, romlik hazánk gazdasági versenyképessége. Dr. Síkfői Tamás a megye helyzetével is foglalkozott, amit egy példával illusztrált. Míg Baranya évekkel ezelőtt a negyedik legfejlettebb megye volt az országban, most a 14. Én úgy gondolom, hogy a politikai életnek és a állami szférának villámgyorsan újra kell értékelni önmagát. Tehát a lényegi kérdésekkel kell foglalkozni. Üres a parlament akkor, amikor gazdasági törvényeket hoznak. Hogyha egymás felmenőit elemzik, tele vannak a padsorok. Ez nem megoldás, az ország sorsáról van szó. Tehát végre a valós problémákra kell mindkét félnek koncentrálnia, ezt megköveteli a gazdaság a politikától. Lakosságnak Baranyában egyelőre úgy gondolom, hogy jó hírre nem lehet szolgálni. A dél-dunántúli adatok folyamatosan divergálnak az országos átlagtól is, tehát azt jelenti, hogy folyamatosan lemaradunk, és sajnos gyorsul ütemben maradunk rá. A 2007-14 közötti gazdaságfejlesztési stratégia operatív program sikerre juthatható, akkor körülbelül ebben az időhorizontban kezdődnek meg valójában a változások.
Mikes Éva, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője azt mondja, jelenleg csak a beterjesztett költségvetésről beszélhetünk, pártársaival azonban módosító indítványokat készítenek elő. Reménykedik abban, hogy ezeket a baranyai kormánypárti képviselők is támogatják. Mikes abban egyetért Síkfőivel, hogy magasak a vállalkozói terhek, az országos gazdaságpolitikán is változtatni kellene, ám Baranyát még a rossz infrastruktúrális helyzet is sújtja. Baranya helyzete nehezen kezelhető, hiszen nem egy szigetként élünk ebben az országban. A gazdaságpolitikai családtámogatási és minden egyéb problémák pontosan ugyanúgy érvényesülnek itt, mint az ország más területein. Baranya tekintetében az infrastruktúrális problémák mindenképpen kiemelendőek, és itt nem csak a Dunasuntalan ismételt autópálya. Most már a vasúti elérhetősége is szerintem Baranyának vagy Pécsnek az egyik legrosszabb az országban a nagyváros megyeszékhelyek közül, és ugyanígy a város környékének az infrastruktúrális problémái is most már talán a város fejlődését is nehezítik. Toller László, az MSZP országgyűlési képviselője azt mondja, a 2006-os büdzsének három kihívása van. A költségvetési hiánya 3%-ot nem haladhatja meg, adót kell csökkenteni és meg kell felelni az egyensúlyi követelményeknek. A politikus cáfolja, hogy Baranya leszakadó megye lenne. Felzárkózó megye vagyunk. Az sem igaz, hogy Pécs városa az kullog a többi város után. Minden mutatom, az ország első három városa között vagyunk. Van, ahol beleírva Budapestet is, például a szellemi potenciál tekintetében. Én azt hiszem, hogy nem szabad ilyen sorrendeket abszolút értéknek tekinteni, nem vitatom ezeknek a helyességét, azt sem fogadom el, hogy a Dél-Dunántúl leszakadó térség. Hát, hogyha most Európa kulturális fővárosa leszünk, és forrásoldalt is biztosítjuk hozzá, akkor miről beszélünk? Az uniós források megszerzése tekintetében a nagyvárosaink 80-tól 100-120 milliárdig számolhatnak újabb forrásokkal. Nem tudok arról, hogy nagy cégek elvándoroltak volna. Az Elkotek hatalmas hívű fejlesztés hajtott végre az elmúlt 4 évben. 300-ból 800, elbocsátás, és utána 5000 főt foglalkoztat. Magyarország mindenki foglalkoztatója. Toller László szerint számtalan feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy hazánk gazdasági versenyképessége megmaradjon, sőt nőjön. Ilyen például az adócsökkentés, amit a 2006-os büdzsében már beépítettek a szakemberek. 2010-ben egy nemzetközi páneurópai uniós konferenciát szeretnének szervezni Pécsett. Többek között ez is elhangzott a Magyar Páneurópai Unió Pécs-Baranyai szervezetének szerda esti találkozóján. A programban Milyen Európát akarunk címmel tartott előadást a szervezet nemzetközi elnöke. Két nagy hírnevű vendége volt szerdán este a Magyar Páneurópai Unió Pécs-Baranyai szervezetének. Egyrésztről dr. Ellen Ternoá, nemzetközi elnök, dr. Habsburg Otto utóda tartott előadást, Milyen Európát akarunk címmel. Az európai politikus kitért arra is, hogy Pécs a kulturális főváros cím elnyerésével most sokkal inkább rivalda fénybe kerül, és javasolta a város politikusainak, hogy 2010-ben érdemes lenne itt egy nemzetközi páneurópai uniós konferenciát tartani. Az előadásommal arra az Európára utalok, amit közösen kell megalkotnunk. Arra az Európára, aminek jelentős múltja van és hatalmas kontinens lehet. De ez csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian összefogunk. A másik vendég dr. Gróf Bethlen István, a Magyar Páneurópai Unió elnöke volt, aki arról tartott előadást, hogy miért lenne fontos a magyar gazdaságnak, ha megszűnnének a monopóliumok. Éppen Pécset, éppen Baranyában éltük meg az elmúlt 15 évben, hogy hány céget vásároltak meg csak azért, hogy utána leállítsák, mert piacot vásároltak, és nem produkciót, nem munkaerőt, nem termelést. A szociális piacgazdaság azt jelenti, hogy akarunk egy erős versenyalapú gazdaságot, de gondoskodni akarunk azokról, akik ebben a versenyben nem tudnak részt venni, mert már túl idősek, mert betegek, vagy mert még túl fiatalok. Ez a szociális piacgazdaság lényege, ellentétben az új liberalizmussal, amelyik nem más, mint a régi liberális elmélet, hogy az erősebb győz. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben az elmúlt 24 órában. Rövid hír összefoglalón következik.
Dr. Lomnici Zoltán az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfelsőbb bíróság elnöke tartott sajtótájékoztatót a 23. jogászvándorgyűlés megnyitójának alkalmából. A Pécset rendezett szakmai továbbképzésnek számító háromnapos üléssorozaton az elnök maga is előadóként vesz részt, ahol a bíróságot érintő etikai kérdésekről beszél majd. Dr. Lomnici Zoltán szerint a téma azért is aktuális, hiszen az utóbbi időben rengeteg vita alakul ki a társadalomban a jogászok és a bírók tevékenységéről, főleg ami a politikai szerepvállalás kérdését illeti. Magyarországon a bírák nem politizálhatnak, politikai tevékenységet a törvény tiltja, és tudjuk jól, hogy egy emberi jogi bírósági döntés szerint ez a helyzet csak átmenetileg tartható fenn az új demokráciákban, hiszen egy alapvető emberi jogról van szó. Nekem mégis az a véleményem, hogy a bíróságok tekintélye szempontjából nagyon fontos a politikamentesség, és hogyha rajtam múlna, akkor ezen a szabályon nem változtatnék. A sajtótájékoztatón az elnök elmondta, azzal, hogy a bírók nem vesznek részt a politikai életben, csak erősítik az emberek bizalmát a magyar bíróságokban. A bizalom kialakításában másrészt fontos szerepet kap a bíróságoknak a sajtó felé való nyitottsága is. Dr. Lomnici Zoltán a média képviselőinek kihangsúlyozta, bár Magyarországon a bírák nem nyilatkozhatnak folyamatban lévő, illetve lezárt ügyeikről, lényeges lenne változtatni a kialakult gyakorlaton. Az elnök szerint ugyanis jó, ha napirenden lévő perekről nem beszél a bíró, de az már túlzásnak számít, hogy ne lehessen olyan ügyekről szólni, amelyek esetében már évekkel ezelőtt megszületett a döntés. Európában és a nagyvilágban sok helyen egyébként a bíráknak megengedett a lezárt pereikről nyilatkozni, hiszen ezzel több esetben fontos dolgokra világíthatnak rá a már lezajlott tárgyalással kapcsolatban. Vitafórumot tartottak a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Dunántúli Napló közös szervezésében. Az eseménynek a Baranya megyei közgyűlés díszterme adott otthont. A rendezvény elsődleges célja, hogy az Európai Unió strukturális alapjaiból 2007 és 2013 között elérhető mintegy 6000 milliárd forintos forrás hatékony felhasználását előkészítse, tájékoztatott Grünwald Géza, a Dunántúli Napló főszerkesztő helyettese. Ezen kívül információt adjon a tervezők számára arról, hogy a megyében milyen fejlesztéseket tartanak a legfontosabbnak. A fórumon Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnök helyettese, az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásának tervezéséről tartott előadást. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke, a Baranya jövőjét érintő uniós támogatás jelentőségét hangsúlyozta, amely szerint rengeteg a teendő a települések életébe, amelyek megvalósításának itt az ideje. Toller László polgármester a Pécset 2013-ig létrehozandó tervekről beszélt. A fejlesztések főbb irányvonalait kutatói szemmel Faragó László, az MTA Regionális Kutatási Központjának pécsi főmunkatársa elemezte. A megye gazdasági helyzetéről és a fejlesztés prioritásáról tartott értekezést Bánki Erik, a Fidesz baranyai országgyűlési képviselője, koordinátora. A délután folyamán pódiumvitát tartottak az előadók és a meghívott vendégek részvételével. Térfigyelő kamerarendszer telepítésének lehetőségéről tanácskozott a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Albizottsága. Dr. Csényi Attila rendőrőrnagy, a megelőzési és minőségbiztosítási alosztály vezetője elmondta, az ország különböző városaiban, mint például Hévízen, Salgótarjánban vagy Budapesten a Józsefvárosban csökkent a bűnelkövetése gyakorisága, amióta a város kiépítette az elektronikus megfigyelőrendszert. Ezen kívül a lakosság biztonságérzete is megnőtt. Pécsett a belvárosba terveznének elsőként ilyen biztonsági berendezést, hiszen a jövőben megnövekvő turistaforgalom miatt fokozottan veszélyeztetett lehet a város ezen része. A bizottsági tagok közül sokan pozitívan fogadták a felvetést, azonban a rendszer gazdasági támogatása is fontos kérdés. Az elképzelések szerint célszerű lenne bevonni a vállalkozói szférát, a civil szervezeteket, hiszen minden cég tulajdonosnak érdeke lehet vállalkozásának biztonsága. A térfigyelő kamerarendszer akkor működik majd érdemben, ha azonnali visszacsatolás van a rendőrség részéről és a bűnelkövetés észlelésétől számítva minél hamarabb a helyszínre érkezik és intézkedik. A polgárőrség felajánlotta segítségét az ilyen helyzetekben. Számos szempontot kell még egyeztetni a kiváló és hasznos ötlet megvalósításáig. Csütörtökön folytatta munkáját a Város Oktatási Bizottsága. A testület végül 9 napirendi ponttal kezdte munkáját, hiszen az ülés elején az iskolák nagyértékű hardware vásárlásokkal kapcsolatos kérdését is felvették a napirendre.
Emellett a köztársaság téri általános iskola beszámolóját is meghallgatták a bizottság tagjai. Döntött a testület a közalapítvány Pécs közoktatásáért közalapítvány megszüntetéséről és a szociális gyermekétkeztetésre nyújtott támogatás felhasználásáról is. Szóba kerültek még a közoktatási intézmények vezetői tisztségeinek betöltésére kiírt pályázatok és a polgármesteri ösztöndíj odaítélésének kérdései is. Földrajz stratégiai fórumot szervezett a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete. Az előadások során többek között az intézetben folyó terület és település fejlesztés felsőfokú szakképzés című pályázatot vitatták meg a szakemberek. Az intézet keretén belül készült könyveket is ismertették. Így például dr. Pap Norbert és dr. Tóth József szerkesztésében a terület és település fejlesztés című kötet első részét, valamint szintén dr. Pap Norberttől az Ázsia politikai földrajzát taglaló kiadványt mutatták. A délutáni előadásokon a földrajzi doktori képzések fejlesztéséről, illetve a tudományon belül a marketing eszközök lehetőségeiről folytak előadások. Ünnepélyes meghitt keretek között búcsúztatták el a 82 éves Besenyi Vendelnét, Margit nénit, aki mintegy 5 évtizeden át gondozta a Janus Pannonius Múzeum közgyűjteményét. A káptalan utcai múzeumok biztonságosan működtek munkássága ideje alatt. Egyik alkalommal például, amikor tűz ütött ki az intézményben, nem a saját értékeivel foglalkozott, hanem a múzeum tárgyait mentette, ahogy csak tudta. Férje is szakmabeli volt, restaurátorként dolgozott. Elsősorban a Zsolnai, a Vazarelli Múzeum és a képzőművészeti osztály gondnokaként végezte dolgos éveit Margit néni, pontosan 54 esztendeig. A Janus Pannonius Múzeum szinte valamennyi munkatársa megjelent a búcsúztatón, megköszönve becsületes, tiszta munkáját. A bensőséges ünnepségnek a Várostörténeti Múzeum Bezzerédi Győzőterme adott otthont. Pénteken mutatják be a Nagy Színházban Molnár Ferenc Lilium című színművét Béres Attila rendezésében. A színészek a héten minden nap próbáltak délelőtt és délután is, hogy a bemutatóra minden tökéletes legyen. A főszerepet, Lilium figuráját Köles Ferenc játsza. A darabban bemutatkozik a pécsi közönségnek a színház két új művésze is, Darabont Mikold és Zajzon Zsolt. A színésznő alakítja egyébként Juli szerepét, aki végtelenül és kitartóan szerelmes Liliomba, az öntörvényű, sokszor igazságtalan városligeti hintás legénybe. Kellemes és Béres Attilától megszokott hangulatú a darab, érdemes megnézni. A történetet egyébként először a Víg Színház közönsége láthatta 1909-ben, akkor csúfondárosan megbukott. Hiába lett később világsiker, Molnár Ferenc a kezdeti sikertelenséget soha nem tudta feldolgozni. A Somogyi Béla utcában rendőrök és polgárőrök közösen ellenőrizték a járműveket. A szabályosan közlekedő autósok ajándékot, míg a szabálytalankodók figyelmeztetést vagy súlyosabb esetben büntetést kaptak. Az elmúlt szerdán kezdődött a Pécs belvárosi Barkóczi László Polgárőr Egyesület akciója, amely során a pécsi rendőrkapitányság járőreivel tartanak közúti ellenőrzéseket. A hetenként egy alkalommal aktuális ellenőrzések során a cél nem feltétlenül a büntetés, hanem a figyelemfelkeltés. Tapasztalataink szerint pozitív és negatív példa is bőven akadt. Sajnos büntetni is kellett, de körülbelül minden negyedik autós a szabályoknak megfelelően közlekedett. Akiknél mindent rendben találtak a rendőrök, a polgárőrök jóvoltából egy fény visszaverő mellénnyel gazdagabban távoztak a helyszínről. Mindig a szabályoknak megfelelően közlekedik? Próbálok visszagondolni, ellenőrzésnél soha nem találtak problémát, szabálytalan parkírozás már azért előfordult velem is. Láttam, hogy abban a kis táskában van már egy ilyen mellénye. Mi lesz ennek a sorsa? Hát miután van egy másik autónk, ezt abba fogom belerakni, úgyhogy megvan a helye azért ennek is. Ilyen feliratos, fényvisszaverő mellényt kaptak azok az autósok, amelyeknél nem találtak problémát a rendőrök a fokozott ellenőrzés során. Ez a szakasz egyébként, ahol most állunk, eléggé népszerű a rendőrök körében, gyakran van itt ellenőrzés. Úgyhogy azt tudom csak javasolni, hogy tartsák be a szabályokat, haladjanak a megfelelő sebességgel és kapcsolják be a biztonsági öveket. Október a közlekedési biztonsági hónap, ősszel, illetve tavasszal az április.
és itt a cél a közlekedők biztonságának a növelése. Ezzel az akcióval azt szeretnénk elérni, hogy azokból a súlyos vagy halálos balesetekből kevesebb történjen meg, ami a közutakon abból adódik, hogy a gyalogosok esetleg este vagy sötétbe, ködben nem látszanak. Az akció második napjának végéig közel 30 mellényt talált gazdára, összesen 200 mellényt oszthatnak szét a polgárőrök. Ezeket egyébként az önkormányzat pályázatán nyert pénzből vásárolta a szervezet. Az ellenőrzések során bevetették az Egyesület Matrix Police rendszám felismerő rendszerét is. Ez a szerkezet a kamera előtt elhaladó gépkocsik rendszámát rögzíti, és egybeveti azt a rendőrség nyilvántartásával. Ezzel a módszerrel lopott gépjárművek is kiszűrhetőek a forgalomból. Lopott autót nem találtunk, viszont találtunk olyan gépkocsit, amin idegen rendszám volt, tehát egyedi azonosítóján meghamisítása miatt indult az illetően eljárás. Az akció a belváros forgalmasabb útszakaszait érinti. Januárig minden szerdán számíthatnak ellenőrzésekre a városban autózók. Mester és tanítványa címmel nyílt kiállítás Pécsett a Komlói út 195 szám alatti közösségi házban. Az olajképeket festő horvátné Kadi Erzsébet néhány esztendeje kezdett tanulni Varga Pál festőművésznél. A mostani tárlaton ezen időszak munkáiból láthatnak alkotásokat az érdeklődők. A Pécs-Szabolcsi Esték rendezvény sorozat keretében nyílt kiállítás Mester és tanítványa címmel. Varga Pál festőművésznek 5 évtizedes művészi alkotó munkája áll a mester megszólítás mellett. Martin Ferenctől, Gebauer Ernőtől tanult egykoron. Aki egyszer látta már természetet és vadásztémákat feldolgozó képeit, az örökre megjegyzi a nevét. Most azonban nem önmagáról beszélt, hanem tanítványáról, aki csaknem 4 esztendeje igyekszik tanulni a mestertől. Közel lakik hozzánk Erzsike, és ő kért meg engem, mikor megtudta, hogy én mivel ilyennel foglalkozom, és mondtam, hogy szívesen foglalkozom, egyébként bárkivel, bárkinek szívesen segítek, én soha senkitől nem kérek egy fillért se, én önzetlenül és szívesen foglalkozom bárkivel, és fel tudom mérni azt, hogy kiben mi lakozik, kinek érdemes és kinek nem érdemes. Őt én biztattam, és hát olyan 4 év körülbelül együttes foglalkozás következtében jutott erre a szintre, amit itt most ezen a kiállításon látunk. A megnyitó Varga Pál azt is elmondta, szükséges még fejlődnie tanítványának, sokat kell járja a természetet, az apró részletek alapos megfigyelése és kidolgozása céljából. Az elkészített munkákba soha nem javít bele, csak szóban magyarázza el Horvátné Kadi Erzsébetnek, mit és hogyan javítson festészetében. Technikai ötleteket és egyéb feladatokat ad neki gyakorlásképpen. Erzsébet mintegy 10 éve vett elő először ecsetet a kezébe. Azelőtt is szerettem volna festeni, csak soha nem tudtam, hogyan is kezdjem el, meg mi az az olajfesték. Hogyha megfestek egy képet, volt már róla szó, hogy 3-szor visszaküldte. Először mondta tűzre vele, másodszor megint tűzre vele, harmadszorra azt mondta, na tessék, nem lehetett így megcsinálni. Nekem szent a szava, szent és érthetetlen a szava, mert nagyon szépen dolgozik, és örülhetek neki, hogy ő engem tanít. A festmények a Pécs-Kelet Érdekvédelmi Egyesület szervezésében a Komlói út 195 szám alatt található közösségi házban tekinthetők meg. Idén 30 éves jubileumát ünnepli a Kodály Zoltán Gimnázium. Az iskola a hétvégén színes programokkal várja a mostani és az egykori diákokat. Most még csak előkészítő munkálatok zajlanak, ám kameráinkkal bepillanthattunk az iskola egyáltalán nem szürke hétköznapjaiba is. Gál Tibor, a Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója fényképeket rendezget. Nem véletlenül, az iskola idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A gimnázium vezetője szerint van mit ünnepelni. Azon kívül, hogy a 3 évtized alatt tanulók ezrei hagyták el az iskolát, hatalmas fejlődésen ment keresztül az intézmény. Az általános tantervű osztályon kívül magyar-olasz és magyar-spanyol két tanítási nyelvű, humán, valamint speciális énekzene tagozat is indult. Gál Tibor azt mondja, a minőségi oktatás mellett teszik le a voksot. A jelenlegi képzési profilunk olyan széles, hogy ezen számottevő változást nem tervezünk. A minőség az, ami elsősorban most feladat, a minőségjavítása. Akik itt végeztek, vagy ide járnak, tőlük olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy ebben az iskolában nagyon jól érezték magukat, emberként kezelték őket, és nem csak a tudományokban, hanem lelkiekben is sokat gazdagodtak.
Valamennyi osztályban nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvek tanítására. Gabi 12-es szeret ide járni, mert anyanyelvi tanárok segítségével sajátíthatja el a spanyolt és az angolt. Én spanyol két anyanyelvi tagozatra járok, ez a negyedik évem, és nagyon szeretem a nyelvet. Nagyon örülök annak, hogy vannak olyan tanáraink, akik nem is tudnak magyarul, és ez könnyítette ennek a nyelvnek az elsajátítását. Tulajdonképpen eddig majdnem minden évben kaptunk új tanárokat, ami azért is jó, mert sokkal több idegennel megismerkedhetünk. Az iskola messzeföldön híres a speciális tantervű énekzene oktatásról. Kertész Attila karnagy lelkes munkájának köszönhető, hogy a diákok egész Európát bejárták, számtalan versenyen szerepeltek, ahonnan díjak garmadával gazdagabban tértek haza. A karnagy szerint a kezdet nem volt egyszerű. Tudnélik, a zenetagozat akkor a János Pannonius gimnáziumban volt a belvárosban, és az akkori városi vezetés úgy döntött, hogy az új iskola, amely az első kerületben, ugye bányász környezetben lesz, hogy ott legyen egy stabil tagozat, és akkor az ének-zene tagozat ide kijött, a Dobó István utcába. Tehát nekünk azért gyakorlatilag volt egy olyan alap, amivel tovább tudtunk lépni, sőt, hát nagyon szép volt, mert ugye szeptemberben indult az iskola, és novemberben mi már turnézni mentünk Bulgáriába a leánykarral, tehát kész műsorral, úgyhogy az ének-zene tagozat hát törésmentesen folytatódott, hisz ez azért nagyon híres, mert a János Pannonius gimnáziumban ezt maga Kodály Zoltán indította el, verekedte ki, hogy ez a másodikként az országban ez a tagozat elindulhasson, és így a Jánosból aztán átjött ide a Dobó István utcába. Persze az iskola fennállását nem csak a mostani diákok és tanáraik ünneplik meg. A volt kodályosokat is várják az eseményre, ugyanis kiállítás megnyitó a színész válogatott és a tanárok közötti labdarúgó mérkőzés, osztálytalálkozók és nosztalgia bál színesíti majd a szombati napot. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk. A Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Témáinkat megtalálják az interneten, a Teletexten és az MMX műsorán is, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!